Várfoglalók következő epizódjában Vadon Janiék az Rényi Miklós által híressé vált szigetvári erődöt veszik be. Innen mindent be lehetett látni és be lehetett lőni is, ami velünk szembe volt. És egy időutazás keretében belecsöppennek a középkori vigadalmak és küzdelmek világába is. Nézzük meg ezt a tradicionális magyarnak mondható fegyvert, a szabját. Hogy néz ki ez működés közben? Véres munka ez a miénk. Várfoglalók. Vasárnap a Spektrumon.